Jelen videóban a VPNTP élőhely fejlesztés, valamint a VPNTP vízvédelmi és vizes élőhely fejlesztés igénylését fogom bemutatni. VPNTP élőhely fejlesztés esetében, amennyiben az ügyfél megvalósította a beruházást, egyszerű kifizetési kérelem benyújtására van lehetőség. A VPNTP élőhely fejlesztés igénylés első lépése az, hogy a támogatási, kifizetési igények adatokban szükséges a szoftver által is jelzett NTP élőhelyfejlesztés mellett található jelölő négyzetet bejelölni. A tábladatok főre lépve az adott tábla kiválasztása után a szerkesztés gombra kattintva lépjünk át a térkép nézetre. Jelen esetben a tábla főnövény hasznosítása és a tábla igényelt területe kerül megszemélyesítésre. A következő lépés a VPNTP élőhelyfejlesztés célterületnek megfelelő hasznosítási kód megadása. A célterület tartós zöldugar telepítése esetén UBA 03, B célterület gyep telepítés esetén G01 vagy G02, C célterület sövénytelepítés esetén a sövényhez tartozó tábla hasznosítási kódja, D célterület mélegelő telepítés esetén ME01. Most jelen esetben az A célterületet, tehát a tartós zöldugar igénylését fogom bemutatni. Tehát kiválasztom az UGA 03 hasznosítási kódot. Zöldugar kultúra esetén az összetétel megadása során legalább három növényt kell megadni. Erre benyújtást akadályozó piros hiba üzenet hívja fel a figyelmet. Ellenőrzés gombra kattintva az erre vonatkozó piros benyújtást akadályozó hiba üzenet eltűnik, viszont ha a zöldugar összetétele nem felel meg a zöldugar fogalmának, akkor erre is benyújtást akadályozó piros hiba üzenet figyelmeztet. Tehát a három összetevőből legalább az egyiknek egy évelő pillangós fajnak kell lennie. Amennyiben a tábla igényelt területe meghaladja a 0,25 hektárt, akkor a terület alapú igénylések menüpont alatt szükséges az alaptámogatás és újraelosztó támogatás igénylést bejelölni. A VPNTP élőhelyfejlesztés igénylés lehetősége a VP igénylések menüpont alatt adható meg a jelölő négyzet bejelölésével. A bejelölés után piros, a benyújtást akadályozó hibaüzenet figyelmeztet arra, hogy táblásítanunk szükséges, ami azt jelenti, hogy az adott táblához a legördülő menüből kell kiválasztani azt a poligonazonosítót, ahol a beruházás megvalósult. A poligon kiválasztása után a térképen fel is villant az adott poligon, melynek segítségével ellenőrizni tudtuk, hogy jó poligont választottunk-e ki. Ez főleg akkor segítség, ha a blokkon belül több poligon is van. A poligonazonosító jelölése után automatikusan megjelenik a poligonazonosítóhoz tartozó célterület. Abban az esetben, ha a hasznosítási kód megadásakor nem a célterülethez tartozó hasznosítási kódot adtuk meg, piros benyújtást akadályozó hibaüzenet jelenik meg, tehát javítanunk szükséges. Az ellenőrzés gomb megnyomásával minden ellenőrzés lefut, ezután tudunk menteni. VPNTP vízvédelmi és vízes élőhely létrehozás és fejlesztés esetében, amennyiben az ügyfél megvalósította a beruházást, egyszerű kifizetési kérelem benyújtására van lehetőség. A VPNTP vízvédelmi és vízes élőhely igénylésnek az első lépése az, hogy a támogatási, kifizetési
igények adatblokkban szükséges a szoftver által is jelzett VBNTB vízvédelmi és vizes élőhely mellett található jelölő négyzetet bejelölni. A tábladatok fülre lépve az adott tábla kiválasztása után a szerkesztés gombra kattintva lépjünk át a térkép nézetre. Jelen esetben a tábla főnövény hasznosítása és a tábla igényelt területe kerül megszemélyesítésre. A következő lépés a VBNTB vízvédelmi és vizes élőhely célterületnek megfelelő hasznosítási kód megadása. C célterület, partmenti vízvédelmi pufferzóna kialakítása fejlesztés esetén G01 vagy G02. D célterület, vizes élőhelyek kialakítása esetén V01. Most a D célterületet, tehát a vizes élőhelyek kialakítása igénylést fogom bemutatni. Tehát kiválasztom a V01 hasznosítási kódot. Amennyiben a tábla igényelt területe 0,25 hektárnál nagyobb, akkor a terület alapú igénylések menüpont alatt az alaptámogatás és újraelosztó támogatás is igényelhető, abban az esetben, ha a vízvédelmi és vizes élőhely intézkedés is igénylésre kerül. A VBNTP vízvédelmi és vizes élőhely igénylés lehetősége a VP igénylések menüpont alatt adható meg a jelölő négyzet bejelölésével. A bejelölés után piros benyújtást akadályozó hibaüzenet figyelmeztet arra, hogy táblásítanunk szükséges, ami azt jelenti, hogy az adott táblához a legördülő menüből kell kiválasztani azt a poligon azonosítót, ahol a beruházás megvalósult. A poligon kiválasztása után a térképen itt is felvillan az adott poligon, melynek segítségével tudjuk ellenőrizni, hogy jó poligont választottunk ki. A poligon azonosító kijelölése után automatikusan megjelenik a poligon azonosítóhoz tartozó célterület. Abban az esetben, ha a hasznosítási kód megadásakor nem a célterülethez tartozó hasznosítási kódot adtuk meg, piros benyújtást akadályozó hibaüzenet jelenik meg, tehát javítanunk szükséges. Az ellenőrzés gombra kattintva minden ellenőrzés lefut, ezután tudunk menteni.